Köszöntöm nézőinket! Megtartotta első soros ülését Jászberény januárban megválasztott új képviselőtestülete. A tanácskozás egyik legfontosabb feladata volt, hogy határozzanak a város 2023-as költségvetéséről. Amint egy 11,4 milliárd forintos főösszeggel számoló gazdálkodási tervet két tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül fogadták el. Az egész évet befolyásoló rendelet megalkotásán túl tárgyalt, több mint 30 napi rendi pont között sok más mellett áttekintették a városi ingatlan vagyonnal gazdálkodók éves jelentését, megerősítették, hogy Jászberény folytatja a Malom projekt megvalósítását, illetve döntöttek az energiakrízissel összefüggő városi terv megalkotásáról is. A döntés után mai adásában ezekről is kérdezzük Budai Lóránt polgármestert. Köszöntöm a döntés után stúdiójában Budai Lóránt polgármestert. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! A képviselőtestület első soros ülését tartotta, számos olyan napirenddel, ami meghatározza a pénzügy, amit meghatározott a pénzügyi helyzet, a gazdasági helyzet, a gazdasági környezet. Ezek közül az egyik volt az, amit a képviselőtestületi ülés legvégén tárgyalt az önkormányzat, mégpedig az energiakrízis intézkedési terv. Miért volt erre szükség, illetve milyen intézkedéseket, milyen tervet dolgozott már ki eddig, milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak ahhoz, hogy intézményei, épületei, ingatlanai energiafelhasználását csökkentse, takarékosabban üzemeltesse? Igen, most ez a téma nem először volt az önkormányzat asztalán, tavalyi év végén, még a korábbi testület már foglalkozott ezzel a témával, természetesen, hiszen megváltozott gazdasági helyzetben vagyunk, és ezzel nekünk foglalkoznunk kell, itt helyben is. Mozgásterünk nem nagy, bár sok mindent meg tudunk tenni, de összességében nagy megtakarítást nem tudunk eszközölni. Ez az intézkedési terv is leginkább azt tartalmazta, hogy az intézményeinket fölkérjük arra, hogy mindannyian hozzák meg külön-külön azokat a döntéseket, azoknak az előkészítését, amelyek szükségesek ahhoz, hogy igyekezzünk a költségeinket racionalizálni. Én azt gondolom, hogy ugyan nem először, de nem is utoljára lesz ez az asztalunkon, ezzel a témával foglalkoznunk kell behatóbban is, bár összességében mondjuk meg őszintén, hogy néhány 10 millió forinton kívül sokat nem tudunk ezzel elérni, de hogyha akár a hivatalokban, akár az intézményeinkben sikerül egyfajta gondolkodásbéli változást megvalósítanunk, egyfajta szemléletbeli különbséget elhinteni, akkor már nagyot léptünk előre, és abban bízom, hogy a valódi előrelépéseket, a valódi döntéseket, a valódi hatékony lépéseket pedig majd azok a döntések fogják előkészíteni, amelyek előttünk állnak, lásd energiahatékonysági beruházások és hasonlók, amelyekkel igazán tudunk sokat spórolni, és ezzel a város életén könnyíteni. Igen, tehát a gyakorlatilag, ahogy már korábban is beszéltük, az elmúlt év őszén, amikor ez a takarékossági intézkedési terv először szóba került, akkor az volt a úgymond pozitívuma ennek a dolognak, hogy Jászberény épp a megelőzőkben kötötte meg energetikai szerződéseit, tehát van egy jó egy éves fória, tehát volt egy jó egy éves fória ezzel kapcsolatban, idén októberben kerülnek majd ezek ismét napirendre, ezek a szerződéskötések. Hogyan készül fel erre az önkormányzat? Fel tud-e készülni? És itt is inkább ezt a gazdasági, gazdálkodási szemléletet szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet ezt takarékosan megoldani? Persze mindenképpen föl lehet, és föl is kell készülni erre, ahogy fogalmaztam korábban is valóban egy... Akkor még nem voltunk ebben egészen biztosak, most már látjuk, hogy egy jó gondolatnak, egy előtakarékosságnak köszönhetően kötöttünk egy olyan szerződést, ami valóban idén őszig véd bennünket. Tehát még mindig van egy kis időnk arra, hogy döntéseket hozzunk, előkészítsünk bizonyos lépéseket. Én hiszem azt, hogy az ilyen tervek, az abban foglaltak, és annak legalább egy részben történő megvalósítása közelebb hoz bennünket a megoldáshoz, hiszen, mint fogalmaztunk, az idei költségvetés sem csak erre az egy évre készült, korábban is igyekeztünk így tervezni, hogy nem egy évre tervezzük a költségvetést, hanem már további éveket is figyelembe vesszük. A 24-jel is számolunk már ebben az esztendőben, ilyen szempontból is. Még egyszer mondom, ezek az apró lépések közelebb hozhatnak minket ahhoz, hogy egyfajta szemléletbeli különbség vetődjön fel, és azt mutassuk meg az embereknek. Valóban az érdemi lépések pedig szintén idén még elkezdődhetnek, hiszen azok a beruházások, amelyeket idén elkezdünk, azok hosszú távon könnyítik meg a város életét.
Korábban nem voltak ilyen lépéskényszerek, korábban nem kellett ilyenekkel számolnunk, most viszont azt látjuk, hogy évről évre kell ilyen döntéseket hoznunk. Azt gondolom, hogy hogyha mi helyben ezeket a lépéseket meghozzuk, és az állam ezeket a lépéseket segíti vagy kiegészíti, akkor ez az év is azt hiszem, hogy könnyebb és talán könnyebben átviselhető lesz, mint most látjuk így évelején. Ingatlanokról beszéltünk ebben a témakörben is, ahogy az önkormányzat is beszélt az ingatlanairól, azokról az ingatlanokról, akit más szervezetek, önkormányzati testületek, civil szervezetek vagy akár más intézmények működtetnek. Milyen megállapításokat tudtak tenni, milyen állapotban vannak Jászberény város ingatlanai, akár itt az energia hatékonyságra is visszautalva, vagy az, hogy milyen fejlesztésekre van szükség, ilyen szempontból vizsgálták ezt a kérdést? Hát ez egyben könnyű, meg nehéz kérdés is. Nyilván ahány ingatlan, annyi fajta. Azt azért előrevetítem, hogy az, hogy minden egyes beszámolót, minden egyes vagyonunkkal történő tájékoztatót elfogadott a képviselőtestület. Az összességében azoknak az üzemeltetésével elégedettek vagyunk, még akkor is, hogyha lehet rangsorolni. Vannak olyan intézményeink, vannak olyan ingatlanaink, amelyek nagy fejlesztésekre várnak és szorulnak. Nyilván ez az idei év nem az az év, amikor ezeket meg tudjuk tenni, de hiszem azt, hogyha ezeket akár az előzőkben tárgyalt tervvel kapcsolatban is elmondtam, most is azt tudom mondani, hogyha ezeket sorba vesszük, ezeket igyekszünk racionálisan nézni, akkor tudunk olyan döntéseket hozni, mert erről is volt szó a testület ülésen, amelyek megkönnyítik ezeknek a kezelését, a fenntartását, és abban is bízom, hogy tudunk hozni olyan döntéseket, amelyekkel ezeket az intézményeket tudjuk segíteni, ezeket a fejlesztéseket el tudjuk készíteni, mert vannak a fejünkben tervek, látjuk, hogy mik a hiányosságok. Tényleg azt tudom mondani, hogy ez az év nem az év lesz, amikor több 100 millió forintot tudunk költeni egyes ingatlanainkra, mert van, amire bizony ráférne. Pénzügyi kérdések, gazdasági kérdések, illetve költségvetés. Ez volt a legfontosabb feladata ezen az ülésen a képviselőtestületnek, az új képviselőtestületnek, amely ezen az ülésen tárgyalta a 2023-as költségvetését. Éles vita nélkül, illetve ellenszavazat nélkül sikerült elfogadni ezt a tervezetet. Megnézzük, hogy hogyan alakult ki ez a döntés, utána megbeszéljük, hogy milyen pénzügyi lehetőségei vannak Jászberény önkormányzatának. A Jászberény 2023 évi gazdálkodását meghatározó költségvetési rendelet összességében mintegy 11,5 milliárd forintos főösszeggel számol. A polgármester kiemelte, hogy megalkotásakor a prioritást a városüzemeltetés biztosítása, a dolgozók bérének és béremelésének finanszírozása, valamint a fejlesztések folytatásához szükséges fedezet előteremtése jelentette. Az a mondat, hogy a alakuló lehetőségeink figyelembe vételével majd bizonyos tételeket még tudunk kezelni, azért ez megnyugtató, hát figyelnünk kell folyamatosan ténylegesen a bevételeket, akár állami normatívákat, akár adóbevételeket, hogyan alakulnak, és akkor esetlegesen bizonyos fejlesztési folyamatokat, vagy akár támogatásokat még el tudnánk indítani. A képviselő korábban megjegyezte, hogy a költségvetés pozitívumai mellett később problémát jelenthet, hogy mind a kultúra, mind a sport és egyéb közösségek támogatásának összege nagyságrendekkel csökkent az elmúlt évekhez képest. Egy pár területen én is úgy gondolom az elmúlt évekhez képest, tehát visszalépés lehet tapasztalni, de épp azért akartam ezt mondani így előre hozva, hogy reméljük, hogy az év során még ezeket lehet kozmetikázni, lehet hozzátenni. Lehet több pénzt adni a civil szervezeteknek, sportegyesületeknek. Nekünk jelenleg a csángóhoz is úgy tűnik, hogy kevés, de hogyha a csángóhoz még elegendő is lenne, de a működtetésünkhöz viszont csak egy fél évnyire való van meg, akkor sajnos gáz van. Ahogy fény lehetőség nyílik, akkor viszont ez a hiány, ez helyre lesz hozva, mert különben a Folklór Kulturális Közalapítványnál úgymond működtetési gondok lesznek. A felvetésekre reagálva a város alpolgármestere elmondta, hogy a nem kötelező feladatok finanszírozására idén jóval kevesebbet tervezhetett a város. A helyi adóbevételek összege várhatóan mintegy 100 millióval emelkedhet, de a kiadások növekedésének mértéke ennél jóval nagyobb, tette hozzá. Az egyik oldalon van durván 1 milliárd költségnövekedés, a másik oldalon pedig van 100 millió forint bevételnövekedés. Itt van egy nagyságrendben a 900 millió forintos luk. Ezt kellett ebbe a költségvetésbe kezelni.
Hozzátette, senkit nem kívántak háttérbe szorítani, de az alpolgármester véleménye szerint vannak olyan ügyek, mint például az ivóvízhálózat fejlesztése, amit meg kell oldani és amire mindenképp forrást kell biztosítani. A képviselő türelmet kért mindenkitől, mint mondta, remélik, hogy évközben plusz forráshoz juthat az önkormányzat. A költségvetést végül ellenszavazat nélkül két tartózkodás mellett fogadták el. Volt szó róla a bejátszóban is, de foglaljuk össze még egyszer, hogy milyen prioritások alapján állították össze az idei költségvetést, hogyan állt össze ez a büdzsé. Elsősorban nyilván a város üzemeltetése, amire szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, még akkor is, hogyha több anyagi ráfordítást fog ez a rész is igényelni. Aztán nyilván nagyon fontos az, hogy a több száz főt érintő munkavállalóinknak a helyzetét meg tudjuk könnyíteni, biztonságosabbá tudjuk tenni, az ő bérrendezésük is nagyon fontos prioritás, és az, hogy az elkezdett beruházásokat be tudjuk fejezni. Tehát az, hogy ami az idén be tud fejeződni, az befejeződjön, és még egyszer mondom, a tavaly évben elnyert pályázatnak köszönhetően idén újak tudjanak indulni, tehát egyfajta folyamatosság legyen a város életében, és nyilván minél kevésbé akadályozzák ezek a mindennapi életet. Ezt úgy sikerült megoldani, hogy ugye volt egy olyan mondjuk bértömeg a működtetés terén, illetve az önkormányzati dolgozók bérének kidolgozása terén, amikor az önkormányzat intézményeinek vezetői dönthetnek arról, hogy azt a bérkompenzációt, vagy azt a bérfeszültségoldást megtegyék. Most ez a 3%-os mennyiség, ami egy-egy adott intézmény teljes bértömegének 3%-ának erejéig dönthetnek az intézményvezetők, elég lesz-e arra, hogy ezeket a bérfeszültségeket, amit a minimálbér megemelése okozott, kielégítsék, ellensúlyozzák, tovább lépjenek? Hát ugye ez is megint egy érdekes kérdés. Szoktak ezek a kérdések fölmerülni, hogy elegendő-e? Hát nyilván nem. Tehát ha az ember tehetné, akkor minél többet adna, és minél inkább segíteni a munkavállalóit, hiszen ha őket ösztönözzük, ha őket segítjük, akkor természetesen egy magasabb színvonalú munka is tetten érhető, és az megjelenik a város életében is. Ez nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy ezek a lépések, amelyeket minden évben megteszünk a munkavállalóink felé, azok azt mutatják, hogy elismerjük őket, hogy megköszönjük az ő munkájukat, és magunk a helyzetéhez képest igyekszünk lépést tenni annak érdekében, hogy ők ezt érezzék is, érezik magukat megbecsülve, nem csak az anyagi részére gondolok, ezt is elmondtam már itt többször, hanem a mindennapok munkájában, a hozzájuk való odafordulásban, az ő meghallgatásukban, tehát nyilván nem elegendő, de amit tudunk, azt megtesszük, most ennyit tudunk tenni. Uh-huh. Ez szó volt a vitában, a hozzászólások között is, akár támogatások, akár egyéb oldalról, hogy talán olyan bevételek is jöhetnek, amit most még nem lát az önkormányzat. Erről, hogyha néhány mondatot mondaná, hogy mi az, amire tud számítani az önkormányzat, ami esetleg a működtetés oldaláról befolyásolhatja a most elfogadott költségvetést. Amit most látunk, amire céloztunk az ülésen is, az egyfajta államtitkári ígéret, ami elhangzott Jászó Pátin ezelőtt néhány nappal, amikor is a Pócs képviselő úrral történt egyeztetés idején ez elhangzott, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzálására talán lesz egyfajta állami segítség. Ez egyelőre még nem ismert, egyfajta ígéret van, egyfajta hírek jönnek arról, hogy ez valóban megérkezhet az önkormányzatokhoz, de most sem számról, sem konkrét dátumról, sem konkrét összegről nem tudok beszámolni. Ezzel most számolunk, ebben gondolkozunk, hiszen mi is fejben kiszámoltuk, hogy mennyi lehet az annyi. Ez egyfajta segítséget jelenthet. Ezen túl én azt gondolom, az elmúlt évek megmutatták, hogy az adóbevételeket olyan pontosan lövi be az adóigazgatási iroda, hogy ott nagy mozgástér nincsen, abban nem látunk nagy elmozdulást, sem negatív, sem pozitív irányba. Ezzel viszont szeretnénk számolni, és ahogy ez megérkezik, nyilván be fogok erről számolni, és tájékoztatni fogom a tisztelt nézőket. A kérdések legtöbb része a közösségek, a kultúra, a sport támogatásának lehetőségeiről szólt. Ez ugye az anyagban is benne van, el is hangzott, hogy a lehetőségekhez mérten, de kevesebb, mint az elmúlt évben, illetve annak szétosztása, annak megítélése is változik, ennek a szerkezete is változik, egyfajta pályázati rendszer alakul majd ki.
itt mi volt a vezérelv, illetve mennyi az a... Hát ugye 560 millió forint környéke az, amit akár a saját gazdasági társaságokra, civil szervezetekre, kultúrára, egyéb dolgokra fordíthat az önkormányzat, de ez kevesebb, mint a tavalyi évben. Hogyan tovább? Hát persze, ugye ezt meg kell érteni mindenkinek, hiszen mindenki érzi a saját bőrén otthon is, hogy ez egy olyan helyzet, amihez alkalmazkodni kell. És mint minden évben, ugye én 2010 óta vagyok a közéletnek a része, minden évben, minden egyes költségvetés vitájánál a sport és a kultúra vetődik föl. Amit én többször elmondtam, hogy én nagyon sajnálok, hiszen a város üzemeltetésével, az intézményekkel, a város működtetésével igazából az elmúlt években senki nem foglalkozott, és most is ezek a kérdések vetődtek föl, amik valamilyen szinten jogosak, igen, erre a területre is kevesebb pénz fog jutni, de mint mondtam, ha valaki hideg fejjel és racionálisan gondolkozik, az beláthatja, hogy ez elengedhetetlen. És ami minket vezérelt elsősorban, az szintén nem titok, hiszen évek óta szeretnénk ezt megvalósítani, viszont az eddigi többség ezt nem engedte, hogy egyfajta igazságosság mentén legyen ezeknek a pénzeknek az elosztása. Magyarul a sporttámogatások is hasonlóan a civil támogatásokhoz, ezek innentől kezdve úgy fognak történni, hogy amíg eddig, akinek néhány százezer vagy tízezer forint támogatásra volt szüksége, pályáznia kellett, addig ugye azoknak, akik több 10 millió forintot kaptak, 10, 20, 30 vagy akár 40 millió forintokat, azoknak ezt nem kellett megtenni. Mi akkor mondtuk, hogy ez így nem igazságos, egyik oldalról sem. Tehát lesz egy pályázatási rendszer, amelynek a kidolgozása folyamatban van, és innentől kezdve bárki pályázhat, és bárki nyerhet el támogatást annak fényében, hogy milyen pályázatot ír, és milyen, hogyan felel meg ezeknek a kritériumoknak, amik, még egyszer mondom, eddig meg kellett felelni a kis sportágoknak. Tehát azt mondom, hogy az igazságosság vezérelt, és biztos, hogy lesznek, akik ezt sérelmezik, vannak is, ezt én is tapasztalom, de ebben a helyzetben ezt mindenkinek meg kell értenie, és azokat a támogatásokat, amiket tavaly megítélt a fideszes többség, azt a több mint 100 millió forintot, én hiszem azt, hogy takarékosan gazdálkodtak, ezeket a pénzeket jól költötték el, és tudtak nyilván félretenni, hogy ebben a nehéz évben is őket ilyen szempontból is tudja segíteni. Ugye ez egy ilyen 40 milliós keretről van szó, amit az önkormányzat sport támogatás címén az elkövetkezőben... Ez csak a versenysport. Csak a versenysportra. Ez csak a versenysport, a tömegsport, diásportra új másik keretünk van. És mikorra lesz kész ez, körülbelül mikorra pályázhatnak a közössége, nem csak a sport, hanem egyéb civil szervezetek, közösségek is ezre? Én azt gondolom, hogy ez heteken belül kész lesz. Tehát szerettük volna már most behozni, de nyilván azért egy ülés kimaradt, rengeteg volt a feladat. Szerintem márciusát be fogja tudni vinni. Hát akkor már április környékén már pályázhatnak. Legkésőbb szerintem, igen. Szóba került hozzászólásoknál a kulturális rendezvények finanszírozása, illetve az alapítványoknak a finanszírozása. Itt is a működtetés, illetve a rendezvény finanszírozás kérdésköre merült fel, és itt is az jött elő, hogy ha lesz lehetőség, akkor módosít majd az önkormányzat évközben. Szóba került a Csángó Fesztivál expo támogatása, ami most kikerül, tehát éves rotálásban szakmaválasztó, illetve expo lesz, idén nem lesz expo. Hogyan tervezték ezt a dolgot, alpolgármester úr elmondta, értékválasztás is mindig egy költségvetésnek az a kidolgozása, hogyan, milyen módon döntöttek ezekről? Hát akár csak a sport területén, akár a kultúra területén is azt tudom mondani, hogy egyfajta feszesebb költségvetéssel kell ezt megoldani. Nem titok, a kultúrára szánt összeg az a fele annak, amit igényelt a cég, a Házkeret Nonprofit Kft. Ez azt jelenti, hogy ha mondhatom azt, nem voltunk elfogultak másokkal, sem magunkkal szemben sem, azt látjuk, hogy kevesebb a bevétel, ahogy fogalmaztam az ülésen is, a torta ugyanakkora, csak több szeletre kell vágni. Ez azt jelenti, hogy itt is egyfajta szűkítésre van szükség, itt is egyfajta átgondolásra van szükség, és lehet, hogy kevesebb rendezvényre, de talán egy jobb minőségű rendezvénysorozatra van szükség Jászberényben, és így van ez a Csángó Fesztivállal is. Belőttünk egy összeget, ami úgy látjuk, hogy ahhoz, hogy tovább tudjon lépni ez a folyamat, elegendő, ezt elmondták a szereplők is. És nyilván, hogyha azt látjuk, hogy ennél több pénz kell, akkor ha van mozgásterünk, ezt megoldjuk, mert Csángó Fesztiválra szükség van, de a szervezők maguk megmondták, hogyha
ez a helyzet, és nem csak nálunk ez a helyzet, országosan is, tehát, tehát nem csak mi gazdálkodunk kevesebb pénzből, hanem látjuk, hogy az állam is, és ott sincsenek fényes viszonyok. Tehát magyarul, hogyha azt látjuk, hogy 6 napos Csángó Fesztivál helyett 4 napos Csángó Fesztivál kell, akkor ebben van mozgástér. Tehát van ez a helyzet, amihez mindenkinek idomulnia kell, és nyilván mindenki habitusa, ideológiája, vagy bármi szerint azonosul ehhez, vagy nem azonosul, de ez egy helyzet, ami sport, kultúra, gazdaság területén egy adott helyzet, ezzel kell megbirkóznunk, és ehhez próbál válaszokat is adni ez a költségvetés. Általánosságban tekintve működési, fenntartási problémái lehetnek az önkormányzatnak 2023-ban? Ez a 11,4 milliárdos költségvetés ilyen szempontból mennyire nyújt biztonságot a szereplőknek? Hát szinte az első leges szempont volt, ha biztonság. Tehát ahogy korábban is igyekeztünk olyan költségvetést előállítani, azt elfogadni több-kevesebb sikerrel, ami biztonságot garantál, ami egy biztonságos évet garantál, ami azt garantálja, hogy valóban a város lakói a lehető legkevesebbet éreznek meg abból, hogy ez egy nehéz helyzet, az így lesz most is. Tehát azt gondolom, hogy ha bár valamennyivel több a bevételünk, és jóval több a kiadásunk, de mégis egy olyan költségvetés állt össze, ott voltam a folyamatnál, láttam, hogy nagyon nem volt egyszerű, ami biztonságot garantál, és egy olyan sikeres évet fogunk tudni zárni idején, évvégén, jövő év elején, ami talán most még furcsa hangozhat, de én biztos vagyok benne, hogy megelégedéssel fog szolgálni minden városlakó számára. Reméljük, hogy így lesz. Kicsit tekintsük át a fejlesztési lehetőségeket. Nagyságrendileg 3,5-7 milliárd forint az, amit vagy áthúzódó, vagy új fejlesztésekre, saját beruházásokra fordít az önkormányzat. Mire elég ez az összeg, mi az, amit meg tudnak valósítani, mi az, amit mindenképpen szeretnének megvalósítani ebben az évben? Hál' Istennek, hogy nagyon sok minden van a fejünkben, és van lehetőségünk arra, hogy ezeket meg is tudjuk valósítani, el tudjuk ezeket kezdeni. Ahogy korábbiakban is, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ez jó fogadókészség volt erre, a kisebb beruházásokat folytatjuk, tehát a város különböző pontjain a kisebb fejlesztéseket igyekszünk tovább folytatni. Az igaz azonban, hogy önerős fejlesztésre ebben az évben kevés lehetőségünk lesz. De emellett viszont, ahogy mondtam már, több nagyobb beruházás is el fog tudni indulni az idén. Itt az utak felújítása, a tiszti klubnak a renoválása, de számtalan olyan lépés fog megtörténni, és nagyon bízom benne, hogy akár a kvázi malom, bár én inkább most már zeneiskola projektnek nevezem, folytatás is el tud indulni, még ebben az esztendőben, ami azt fogja megmutatni, hogy még ebben a nehéz helyzetben is tudunk fontos, nagy lépéseket tenni, a sok apró, de talán legalább annyira fontos lépés mellett. Ha már a fejlesztések kapcsán a Malom projekt, vagy a zeneiskola fejlesztési projekt szóba került, akkor tekintsük meg azt a bejátszást, ami ezzel foglalkozik, hiszen az önkormányzat ezen az ülésen is döntött ebben a kérdésben, megerősítette egy korábbi döntését. Megnézzük ezt is, utána folytatjuk a fejlesztéséről szóló beszélgetésünket. Határozott célunk befejezni ezt a beruházást, és a Vármegye vezetése, valamint képviselő úr azt kérte tőlünk, ahogyan fogalmaz az előterjesztés is, hogy egy új képviselőtestület van, és ezen vállalásunkat, ezen szándékunkat az új testület is erősítse meg. Sürgősséggel tárgyalta meg a Malom projekt folytatásáról szóló előterjesztést a napirendek felvezetéseként az önkormányzat. Ebben egyhangúan erősítették meg a képviselők, hogy a város továbbra is szeretné az egykori Malom épületét hasznosítani, és ott együttműködve a Vármegyével a Palotási János Zeneiskolának új otthont biztosítani. Akkor előjáróban nézzük meg azt, hogy hol tart most ez a Malom projekt, vagy ahogy az imént hívta a zeneiskola projekt. Igen, szívesebben hívom a zeneiskola projektnek, a Malom már olyan sztereotíp kifejezésé vált az elmúlt években sajnos. Az ülésen is elmondtam, pillanatnyilag ott áll a helyzet, hogy még a testületi ülés előtt kértünk egy lehetőséget arra, hogy egyeztessünk a Vármegye vezetésével és országgyűlési képviselő úrral, és előadjuk nekik azt, amire már ma is többször utaltam, hogy egy megváltozott gazdasági helyzetben élünk, és az a fajta ígéret, az a plafon 1 milliárd forintos ígéret, amit
a választások, a 22-es választási kampányban tettek, az már nem biztos, hogy annyira megállja a helyét, mint annak idején. És arra kértük őket, hogy ezt az ígéretüket próbálják meg revidiálni, és valahogy a mai folyamatokhoz igazítani. Ezt nem sikerült elérnünk, sem akkor, sem azóta. Azt mondta a megyevezetés, hogy értik és érzik azt, hogy a helyzet megváltozott, de ennél többen nem tudnak segíteni. Viszont azt kérték tőlünk, hogy egy új testület van, valamilyen módon döntsük el, hogy szeretnénk ezt a projektet folytatni, vagy inkább visszaadjuk ezt a pénzt. Már akkor is azt mondtuk, ott ketten a polgármester úr az asztalnál, hogy ez nem kérdés, hogy ezt szeretnénk folytatni és ezt megvalósítani. És úgy gondoltuk, hogy ennek adjunk súlyt, akkor az új testület, az új képviselők döntsenek ebben, erősítsék meg ezt a vállalásunkat, és ez így történt. Ott tartunk most, hogy az a fajta ígéret ez nem változott, sem negatív, sem pozitív irányba. Az 1 milliárd forintos segítség az rendelkezésre áll, ami azt jelenti, hogy nekünk legalább ennyi pénzt bele kell tennünk, ami talán nem lesz meglepő, ebben a költségvetésben nincs benne, és nem is látszik, hogy ezt meg tudnánk valósítani. Viszont most azon gondolkozunk, hogy ezt a pénzt hogyan tudnánk előteremteni, és hogyha nem is egy, nem is két, de mondjuk három év alatt ezt az önerőt beletenni, ezzel is megvalósítva ezt a projektet, ami valóban most már nagyon időszerű lenne. Ugye volt egy határidő a március 1-e, amiben valamilyen jelzéssel, terv elkészítésével kell reagálni a vármegye vezetése felé. Ezt meg tudják-e tenni, illetve milyen formában tudják megtenni? Ez megtörtént, hiszen erről szólt ez a határozat, ez a döntés, amely már hivatalos, és ez azt jelenti, hogy a visszajelzést megadtuk, ez bekerül a megyei tervek közé, és a projekt vélhetően folytatódhat. Egyéb más fejlesztésekről is született döntés az elmúlt év végén, ami szintén egy nagyságrendileg 1 milliárdos fejlesztést hozhat a városba az elkövetkezendő hónapokban, években. Melyek ezek, hol tartanak ezek, hogyan indulhatnak el ezek ebben az évben? Utaltam is rá, ugye van, amelyik már el is kezdődött, tehát az energetikai korszerűsítés több intézményünkön ez elkezdődött, ennek a fölmérése elindult, a terveztetés hamarosan folyamatban lesz, hamarosan megindul a tisztéklub terveztetésének közbeszerzése is, tehát oda is várjuk a terveket. Aztán nagyon nagy örömben szolgál, és szerintem sok városlakó számára, hogy megújulhatnak a belterületi utak, a belvárostól kezdve kintebbi részeken is elindult a fejlesztés, a kerékpárút a 60-i úton szintén elindult. Nyilván mindenhol vannak egy kisebb akadályok, és mindenhol látszik az, hogy plusz költséget kell beletenni, önerőt kell hozzá biztosítani, hiszen a helyzet megváltozott. De azt látom, ezek az egyeztetések a vármegye vezetésével, vagy akár osztályosi képviselő úrra viszont előremutatóak voltak, hiszen azt mondták, hogy ahol van erre lehetőség, ott meg fogjuk kapni a plusz támogatást, az önerő pótlását, és ez azt jelenti, hogy tényleg idén és jövőre ezek meg tudnak valósulni, el tudnak indulni, hiszen van még azért rosszabb folyamat, de számos olyan lépés lesz, amely előre lépéshoz, és ha bármilyen fennakadás is jelent majd a város életében, azért előre is elnézést kérek, de azt gondolom, ez egy éles teher lesz, hogyha végre nagyon sok lépést tudunk előre tenni. A tavalyi évben megnyert pályázatnak köszönhetően, amit ezúton is köszönünk. Költségvetés tárgyalások kapcsán kevesebb szó esett a szociális támogatási lehetőségekről. Hogyan áll ez a dolog? Az elmúlt év végén bővítette ezt a kört az önkormányzat, határozott arról, hogy más formában, illetve több támogatást nyújt. Ezek meg tudtak-e maradni? Illetve ehhez kapcsolódóan egy kicsit más téma, de a közfoglalkoztatásnak a kérdését is tárgyalta az önkormányzat, valamelyest kapcsolódik azért ehhez a területhez, ez majd hogyan tud tovább folytatódni. Szociális támogatások azok megmaradtak, nyilván ahogy az élet hozta is, ahogy látjuk a folyamatokat, erre szánt összeg változott, van amelyik kevesebbet, van amelyiket megemeltük. Az év végén azt láttuk, hogy a kibővítésnek megvolt az eredménye, mondhatnám azt, hogy örülök, de inkább sajnos, hiszen egyre többen kértek segítséget az önkormányzattól, és ez folyamatos. Ezt igyekszünk, ugye ezt is elmondtam már számtalanszor, az élettel haladni, és fölismerni a folyamatokat, és segítséget nyújtani azoknak, akik ezt kérik. És valahogy valóban kapcsolódhat ehhez a közmunkaprogram is, hiszen ez is egyfajta segítségnyújtás. Örömmel mondhatom, hogy holnap, tehát március 1-én fog indulni az új közmunkaprogram,
de a tavalyit egy határozottal zártuk le a testület ülésen, és ott is elmondtam, hogy elégedett vagyok a közmunkaprogrammal, hiszen azon túl, hogy nap mint nap szedik a szemetet és tisztítják és szépítik a várost, nagyon sokat segítenek a város életében, többször nyújtottak segítséget a Vöröskeresztnek, az állatkerti munkákban volt, hogy részt vettek, beruházások alapjait teremtették meg, a munkásszállóinkat, a menedékeinket, elszállásoló ingatlanainkat, inkább így fogalmazok, nagy valaki félreértse, annak a rendbetételében segítettek, tehát ők egy ilyen gyors reagálású zászlóaljá váltak, ami azt jelenti, hogy a mindennapi munka mellett azért nagyon sok mindenben hadrafoghatóak. Én ezt nagyon köszönöm nekik, meg a munkavezetőknek, hiszen azt látjuk, hogy a zöldség és a gyümölcs megtermesztése mellett a homoktövis bogyóból profitáló munka mellett azért ilyenekre is jut idejük. A nagyon nagy segítség a városnak ez a közmunkaprogram. Mennyien vannak a közfoglalkoztatottak, és idén hány létszámot, mekkora létszámot tudnak majd foglalkoztatni? Hát a közhiedelem ellentétben, vagy a beharangozottakkal szemben, hál' Istennek, hogy nem változott a létszámuk, ilyen 35-40 fő körül mozognak. Nyilván meglátjuk az új csapat, ez mennyire fog tudni beilleszkedni, vagy mennyire tudja fölvenni a fonalat, de maradnak régiek, lesznek újak, és azt hiszem, hogy mint mindig, tehát holnap is náluk kezdek, igyekszem nekik elmondani, hogy ők is fontos tagjai ennek a városnak, és legyenek hozzá ahhoz, hogy ez élhetőbb legyen, mindenkire szükség van, aki építi az Berint. Ezekről a folyamatokról pedig folyamatosan be fogunk számolni. Nagyon köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és mindenről beszámolt nekünk. Köszönöm a lehetőséget, további szép napot mindenkinek. Köszönöm nézőink figyelmét, a döntés utánadását látták. Önkormányzati magazinunkat, a Budai Lóránttal készült beszélgetést, illetve televíziónk egyéb összeállításait megnézhetik az interneten, a jttv.hu oldalon, valamint Facebook és YouTube csatornáinkon. Viszontlátásra!